Köszöntöm nézőinket, Domokos Gyulával, a Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály beszélgetünk, beszélgetünk, hiszen egy munkáltatói fórumot tartottak az előzőekben kis Kiket hívtak meg erre? Igen, a TOP 5 512 helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban című projektnek a munkáltatói fóruma volt itt ma Kisújszálláson. újszálláson. Tegnapi napon Karcagon tartottunk hasonló fórumot, ma pedig Kisújszállásra vártuk a kis és a vállalkozásokat. Miről tájékoztatta őket? Tájékoztattam ők, őket a projektről, valamint egy rövid munkerőpiaci helyzetképet is mutattam, ezt követően pedig a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, mint meghívott előadók tájékoztatták a vállalkozásokat a 2019 évi adójogszabályváltozásokról. Hol tart most a projekt, és mi valósult meg eddig? A projekt célja 328 fő bevonása és elhelyezése. 264 főt vontunk be a karcagi járásból ebbe a projektbe, közülük a létszám legnagyobb részét elhelyeztük, munkáltatóknak nyújtottunk foglalkoztatásbővítő támogatásokat, ezen kívül 32 főt képzésben részesítettünk, valamint 12 fő esetében pedig az önfoglalkoztatóvá válást támogattuk, tehát vállalkozóvá váltak. Ezek a vállalkozások nagy örülünkre jelenleg is működnek. Van-e jelenleg még lehetőség a munkáltatóknak pályázni hasonló foglalkoztatásra? Igen, külön, különböző támogatási konstrukcióink vannak. A projekt 2019. december 31-én véget ér ugyan, azonban még mindig lehet olyan támogatási forrásokra pályázni, kérelmet benyújtani pontosabban a munkáltatóknak, amelyekkel hátrányos helyzetűek foglalkoztatását igyekszünk segíteni, ösztönözni. Mi a jellemző, hogy inkább a fiatalabbak, tehát a 25 év alattiak, vagy a 25 év környékiek, vagy az 50 fölöttiek, hiszen ez a két célcsoportja van a projektnek, keresik meg önöket. Több célcsoportja van a projektnek, összesen 10 célcsoportja van, ennek ellenére ezek, ezek a cél, ezeknek a célcsoportok a megosztása nem egyenlő. 25 év alattiekre legnagyobb az igény, azonban erre a célcsoportra az ifjúsági garancia program, amit egy GINO projektből támogatunk, szintén támogatást nyújthat. Ezért ez, ebben a projektben a 20, az 50 év felettiekre a közfoglalkoztatásból versenyszférába kerültekre, a, az inaktívakra, illetve az alacsony iskolai végzettségűekre is lehetne még sorolni azokat a hátrányos csoportokat, amelyekre a hangsúlyt tudjuk helyezni akkor ezáltal ez a, ö, a csoport is kap újabb lehetőséget arra, hogy visszakerüljön a munka világába. Így van, mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a munkáltatókat arra ösztönözzük, hogy ezeket a csoportokat is alkalmazzák. Nyilvánvalóan ezek a támogatások ehhez nagy mértékben hozzájárulnak, hiszen legtöbb támogatásunk 100%-os finanszírozású, tehát finanszírozzuk egyrészt a bért, másrészt pedig a szociális hozzájárulási adót is. Akkor jó munkát kívánunk a hátralévő időszakra. Köszönjük szépen.